Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Itt bemutatom ezt az arab táró kártya csomagot, és elmondom a jelentését is. Mindig ott van mellette a klasszikus táró kártya, hogy összetudjuk hasonlítani a képeket és ezeknek a jelentését. Én a kártyákról készítek most rendszeresen felvételeket, hogy lássatok azt, hogy melyik kártya csomagban milyen kártyák, milyen képek vannak, és akkor ez segít majd a vásárlásnál is. Most erről az arab kártya csomagról van szó, amit ma kaptam meg. Úgyhogy a kártyák számomra is újak, ma vettem először kezembe ezt a táró csomagot. Kezdeném a nagy árkánával. Árkána az tulajdonképpen a titkokat jelenti. Utána áttérek a kis árkánára, mégpedig a tűz elemére, amit a botok szimbolizálnak, utána a víz elemére, amit a kejhek szimbolizálnak, és a levegő elemére, amit a kardok szimbolizálnak, és a föld elemét, ez az arany érem szimbolizálja. Itt a nulla számnál ötletekről, gondolatokról van szó, de még nem a tettekről. Ez a kártya jelentheti a könnyűséget, egy új kezdetet, amikor a terveidet meg tudod valósítani, de lehet könnyelműség is. Hiszen nem lehet tudni, mi történik, ha cselekedsz. Ott van a talaj a lábad alatt, vagy szimbolikusan lezuhansz a mélybe. Itt még vannak bizonytalanságok. Itt a mágikus látható. Ez lehet egy szertartás. Ez lehet a bizalom, hogy vannak elképzelések, és tudod, hogy megvan ez a varázslatos kisugárzás, és ez az elképzelés megvalósulhat. A kártya jelentheti a spirituális területeket, vagy szertartásokat is. Itt van a főpapnő, ez a klasszikus kártya, és itt van az arab változata. Itt spirituális dolgokról van szó, vagy a bizalomról, hogy minden úgy alakul, ahogy a sorsok könyvében ez meg van írva. Itt látható az uralkodó nő, és itt van Vénusz bolygó szimbóluma, ami jelenti a szerelmet, a nőies kisugárzást, de itt van a természet, itt jelentheti az anyai érzelmeket is. Vagy hogy megvan ehhez a képességet, hogy kialakíts valamit, ami termést hoz. Itt van az uralkodó, egy férfi, akinek szava van, vagy ez a férfi uralkodik a helyzet felett, tudja, hogy mit akar, de vannak elvárásai is. Itt van a főpap, ez jelenthet vallási témákat, vagy a hitet, de ahogy látható a képen, ez a főpap esküszik valamire, és ebben megbízhatsz. Tehát a kép jelentheti a bizalmat is. És itt van a szerelmes pár.
Itt mindkét képen látható a lovas hintó, vagy ő irányítja a dolgokat, vagy te, de itt van két irány, és azt jelenti a fehér és a fekete, vagy így, vagy úgy. A fehér ló az előre viszi az eseményeket, itt megvan a bizalom, tudod, hogy minden előre megy. A fekete ló az kicsit fékezi a dolgokat, gyakran azért, mert elbizonytalanodsz, vagy félelmek vannak. De lehetnek akadályok is. Itt látható az erő, ez az erő jelenti a belső erőt is, a hitet. Vagy az, hogy ezzel az erővel be tudod bizonyítani magadat, vagy betegségnél, hogy megvan az élet erőd, és lesz javulás. Itt látható az eremit, ez jelenti a visszahúzódást, itt befele kell tekinteni, ez lehet meditáció is. Vagy az, hogy légy visszahúzódó, vagy azt is jelentheti, hogy ő jelenleg nem jelentkezik nálad, hiszen nagyon visszahúzódó. Itt látható a sors kereke, itt lesznek sorsdöntő események, ami szerencsét hoz, lesz egy szerencsés fordulat, és itt is látható a sors kereke. Itt justícia van, és uralkodik az igazság felett, de mutatja az igazságtalanságokat is. Itt a mérleg jelentheti a belső egyensúlyt, vagy azt, hogy mérlegeli a dolgokat, hogy kinek van igaza. Itt is látható a mérleg ezen a képen. Itt most minden feje tetejére áll, és úgy érzed, hogy elveszíted a talajt a lábad alól. De ezt a kártyát meg lehet fordítani, és akkor másképp néz ki, egy elegáns tartás, a lábad megérinti a talajt, itt a fejed fölött ott van a fény, jó gondolatok, jó ötletek. Itt van a halál kártyája, ez lehet egy örökösödési ügy is, de ennek a kártyának van egy szimbolikus jelentése, valamit le kellene zárni, hogy legyen egy új irány, legyen egy kiút. Mindkét képen látható egy angyal, aki segít, de jelenti a belső harmóniát is, sőt a víz eleme és a föld eleme kell, hogy egyensúlyban legyen. A víz eleme jelenti az elképzeléseket, az álmokat, a föld eleme pedig a reális dolgokat, hogy ez megvalósítható, de kell a hit, meg kell a belső egyensúly. Itt is látható a víz eleme és a homok, tehát a föld eleme. Itt van az ördög. Ez jelenthet negatív gondolatokat vagy érzelmeket, mint például félelmeket. De lehet egy hamis személy is. Itt van ez a lánc, ami köt téged még ehhez a helyzethez, de ezen át kell tenni magadat, és akkor itt van a lehetőség kilépni az ördög környezetéből. Itt van a torony. Ez azt jelenti, hogy úgy érzed jelenleg, hogy minden összeomlott. De lehet, hogy ez egy fontos dolog, hiszen utána, miután mindez összeomlott,
lesz egy új kezdet. Itt vannak a csillagok, ami szerencsét hoz, jelenthet spirituális dolgokat is, mint például asztrológia. A hold utal az anyukára, az anyai érzelmekre, az éjszakákra, a vágyakra, álmokra, elképzelésekre, jelentheti az intuíciódat, vagy olyan dolgokat, ami még olyan titokzatosnak tűnik. A nap megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, tisztázódnak a dolgok. Jelenti a magabiztos fellépésedet, vagy hogy itt lesz egy új irány, egy új kezdet, mint egy újjászületés. Itt is az újjászületés látható, hiszen ez jelenti a transformációt. Valami véget ér, és benne vagyunk egy átmeneti időszakban, amikor lesz egy új kezdet, egy újjászületés. És itt a lepkék szimbolizálják a lelkünket. Itt látható az egész világ, ez a kártya jelenti a négy elemet, a tűz elemét, a levegő elemét, a víz elemét és a föld elemét. Jelenti az évszakokat is, tavasz, nyár, ősz, tél, az egész egy év, itt vannak tervek, amit egy éven belül lehet megvalósítani. Ez a kártya tulajdonképpen ide tartozik, és ezzel folytatom. Mégpedig a botokkal. És a botok jelentik a tűz elemét, a bátorságot, a lelkesedést, a szenvedélyeket. Kezedbe veszed a dolgokat, cselekedni fogsz, hiszen a tűz eleme aktív, kimutatod a bátorságodat, ez lehet egy új kezdet is. Itt a botok szintén a tűz elemére utalnak, itt is aktív dolgokról van szó, de itt vannak kapcsolatok. Ez lehet egy párkapcsolat, lehetnek szerződések. Mivel itt a glóbusz van a kezében, ezen a képen, ez lehet külföldi kapcsolat, vagy utazások is. Különösen itt ezen a képen látható, hogy ez a férfi, persze ez lehet egy nő is, hiszen a kártyáknak szimbolikus jelentése van, valamit maga után hagy, hátat fordít, és van egy új irány, egy új kezdet, új lehetőségek. Itt vannak a hajók, jelentik a reményt. Ez lehet egy utazás vagy külföldi kapcsolatok is. Különösen ezen a képen látható egy szűkös helyzet, ez lehet a munkahely, lehet még egy párkapcsolat, vagy a lakhely, és itt megvan az az igény, hogy kilépjünk ebből a szűkös helyzetből, és ez jelenti a felszabadulás érzetét, ami különösen itt, ezen a képen, ezen az arab kártyán látható. Itt vannak külső befolyások, viták, veszekedések, támadások.
És ez egy nehéz helyzet, de nem szabad elrohanni, hanem ki kell mutatni a tűz elemét, a bátorságot. Most itt említeném meg a kártya nagyságát, 9 cm, és így a hossza 12 cm. Az előző kártyánál voltak viták, veszekedések, kihívások, és itt már látható a győzelem. Ez a férfi küzd itt ezen a képen. Ezek is lehetnek külső befolyások, ami nem tetszik neki, tehát itt meg kell oldani a bizonyos dolgokat. Itt ezen a kártyán másképp látható, mert ez a hölgy nem foglalkozik azzal, hogy ki mit akar, hogy milyen befolyások vannak, vagy ki kritizálja őt, hanem ő biztos saját magában, a saját erejében. Itt van különböző irány, különböző lehetőségek, van mozgás, előre mennek az események. Az a fontos, hogy koncentráljunk arra, ami tényleg fontos. Nálam ennél a képnél mindig eszembe jut egy utazás. Tehát lehet egy ilyen külföldi kapcsolat, vagy egy utazás tervezése is. Itt a háttérben van a kerítés, jelenti a korlátozásokat, és nála itt vannak ilyen sebzett emlékek, nagyon óvatos. Ez a hölgy szintén óvatos, hiszen tudja, hogy itt füstölnie kell, használja a füstölőt, vagy egy szertartást, mert tisztítani akarja ezt az utat, vagy ezt a helyiséget. Itt a 10-es szám jelent egy új kezdetet, egy új irányt, amikor egy új periódus kezdődik, és mindkét képen látható, hogy ez a férfi sok mindent cipel, persze ez lehet egy nő is. Itt el kell engedni bizonyos dolgokat, hogy a lépések ne ilyen nehezen alakuljanak. Hogy ne kelljen ilyen sok mindent cipelni. Itt látható a tűz lánya, tehát egy hölgy látható a képen, felszabadul bizonyos dolgoktól, hogy megvolt itt a bátorság ahhoz, hogy bebizonyítsa magát. Itt is látható, hogy nézi ezt a botot, odafigyel rá, és tudja azt, hogy mennyire fontos kimutatni a bátorságát. Itt van a tűz elemének a fia, itt ég ez a lámpa, tehát megvilágítja a dolgokat, és itt tulajdonképpen kapcsolatokról, meg a saját lelki állapotáról van szó, hiszen itt a lelkét ez a lepke szimbolizálja. Hogy mindaz, ami eddig olyan kihívás volt, ahol be kellett, hogy bizonyítsa magát, ami rabolta tulajdonképpen az erejét, azzal nem akar foglalkozni, hanem megvan a bizalom, hogy a belső tűz, ez a melegség és ez a transformáció a lelki dolgok lesznek fontosak számára. Itt látható a mozgás, előre mennek a dolgok, ez a férfi aktív. És itt van a királynő, uralkodik a tűz eleme felett. Látható a bátorság, de nem cselekszik, inkább vár arra, hogy mások cselekedjenek, de nagyon-nagyon figyeli az eseményeket. És itt van
a tűz királya, ő is uralkodik, magabiztos, tudja, hogy igaza van, hiszen ő a király. És most megnézzük a víz elemét, és a víz eleme jelenti az érzelmeket. Ez a kép vagy azt jelenti, hogy valaki átnyújtja ezt a kelyhet, és kimutatja az érzelmeit, vagy azt is jelentheti, hogy vedd te a kezedbe ezt a kelyhet, és figyelj oda a forrásra, a belső forrásodra, az intuícióra. Itt is a kéz látható, tehát ez két irány, hogy mások kimutatják az érzelmeiket, és te is át tudod ezt nyújtani másoknak. És itt már látható, hogy a férfi is átnyújtja, a nő is átnyújtja, utal egy szép párkapcsolatra. Itt is látható ez a férfi és ez a hölgy, hogy boldogok egymással. Itt is érzelmekről van szó, itt van az élet, öröm, egy ünnepség, egy csoport, egy meghívás. Itt látható, hogy valaki átnyújtja számára ezt az aranykelyhet. Érzelmekkel közeledik, de ő zárkózott, vagy nem veszi észre, vagy nem akarja elfogadni. Ugyanezt látjuk itt is, hiszen itt vannak a kelyhek, jelentik az érzelmeket, sőt, én még mondanám, ez olyan, mint egy ajándék, itt vannak a kincsek is, ez utalhat a belső értékekre, de ez a férfi is elfordul, vagy nem akar odafigyelni erre, vagy nem tudja elképzelni, hogy mások jó szándékkal, érzelmekkel közelednek. Itt a képen látható a múlt, a jelen és a jövő. Ami a múltat illeti, itt folynak a könnyek, itt összetörtek már a csészék. A jelen azt jelenti, hogy befele kell fordulni, ezeket a dolgokat fel kell dolgozni, vagy lezárni ezeket a dolgokat. Kell a belső erő. És van jövő, hiszen itt a két csésze, vagy itt a két kehely jelenti a jövőt, és ez még nem törött el. Itt is érzelmek vannak, mégpedig a múltból, jelentheti a gyermekkort, ez a kép jelenti a nosztalgiát. Itt ez a hölgy is visszafele tekint, tehát jönnek az emlékek a múltból. És itt, mint egy rózsa, ezek a szép és gyönyörű emlékek a múltból. Itt a kelyhek jelentik az álmokat. Több elképzelés van. Ha megvan a hit, akkor ez az álom megvalósul. Viszont, ha nem hiszünk ebben, akkor ez egy illúzió. Pontosan ez látható itt is. Itt vannak a csészék, teli-tele kincsekkel. Tehát van elképzelés, vannak álmok, de ez a hölgy nem hisz ebben. Inkább úgy gondolja, igen, igen, de ebből úgysem lesz semmi. Ha így gondolja, akkor ez tényleg egy illúzió. Itt látható a könnyek mezeje.
De ez a férfi hátat fordít, lezárja ezeket a dolgokat. Itt is látható, hogy elbúcsúzik a múlttól, lezárja ezeket a dolgokat, van egy új irány, van egy kiút. Itt a háttérben a kelyhek, mint egy kerítés, itt vannak a korlátozások. Ezek a korlátozások itt ennél a körnél is érezhetőek, hiszen itt is van egy szűkös helyzet, ki kellene lépni ebből a körből, neki pedig át kellene ugrania ezen a kerítésen, hogy legyen egy új irány, legyenek lehetőségek, ami már itt látható a 10-es számnál, itt kezdődik egy új szakasz, látható ez a boldog családi kapcsolat. A víz elemének a lánya odafigyel az érzelmekre, odafigyel az intuíciójára. Itt megvan a művészi tehetség is, de vannak elvárásai, hogy mások érzelmekkel közeledjenek hozzá. De ő bízik ebben, érzi azt, hogy ez így fog történni. És itt ez a fiatal férfi, kicsit bizonytalan még, de azért átnyújtja ezt az arany kelyhet, kimutatja az érzelmeit. És itt van a lovas férfi, mozgásba jön, itt is látható a víz elemének a fia, itt olyan, mint egy híd, tehát megvan az út felét, közeledik hozzád. És itt van a királynő, aki uralkodik a kelyhek felett, itt a kehely látható, itt pedig a belső forrás. A király is uralkodik a víz eleme felett, de ahogy látjuk, az arcán kicsit óvatos. Ő is másfele tekint, még vizsgálja a dolgokat, de ez a vízesés mutatja azt, hogy ott van a víz közelében. A kardoknál a levegő eleméről van szó. Ez jelentheti a szabadság érzetét, a könnyűséget, a mozgást, az ötleteket, ezeknek a megvalósítását, a döntéseket vagy a kommunikációt. Itt látható, hogy kezedbe veszed a kardot, döntéseket fogsz hozni. Itt ez a sötét szín jelenti még a félelmeket, de ezzel a karddal elvágod a félelmeket, átteszed ezen magadat, és itt látható a felhő, az égi hatalom, a remény, és a kommunikáció inkább én úgy érzem, hogy ez az égi hatalommal történik, legalábbis ezen a képen. De itt is vannak fontos döntések. Itt a 2-es szám jelenthet kapcsolatokat, szerződéseket, de egy belső feszültséget is. Tegyem vagy ne tegyem, igen vagy sem. És ez ahhoz vezet, hogy ez a hölgy a képen bizonytalan. De ne a külső dolgokra figyeljünk oda, hanem befele tekintsünk. Ezért van bekötve a szeme, mert a belső hangunk az, ami tanácsot ad. Itt van ez a sebzett szív,
A szomorúság ez mindkét képen látható, és ez a múlttal áll összefüggésben. Itt ez a szent kép jelenti a hitet, vagy jelenti az elképzeléseket, de itt még nincs cselekvés, hanem meditál valami felett. Ugyanúgy, mint ahogy a képen látható, ő is először kipiheni magát, vagy meditál, vagy várakozik, amíg cselekedni tud. Itt voltak a múltban harcok, kihívások, de ő eltekint ettől, lezárja ezeket a dolgokat. Itt is látható, hogy a mélybe tekint, érzi azt, itt még nincs meg a nyugodt helyzet, de én ezt lezárom, mert ezek a dolgok engem már nem érdekelnek. Itt látható a csónak. Ez a csónak már elhagyta az egyik partot, evez egy új part fele, de az új part még nem látható, legalábbis ezen a képen. Viszont itt már süt a nap, és láthatóvá teszi az új partot. Még nem érkezett oda, de az irány az jó. Itt van a tolvaj. Ez lehet veszteség. Vagy lehet, hogy valaki ellop tőled valamit, vagy rabolja az erődet, az energiádat. Viszont ez a tolvaj tud segíteni is, amikor negatív kártyákat eltávolít. Például az ördögöt. Itt nehéz cselekedni, hiszen be van kötve a szemed, nem látod, hogy mi van körülötted, le van kötve a kezed, nem tudsz cselekedni. Itt is látható, hogy vannak korlátozások, nehézségek, nem látsz át a dolgokon. Ezen a képen látható, hogy álmatlan éjszakáid vannak, töprengsz valami felett, fáj a fejed, nem érzed jól magad. Itt is látható, hogy mennyit töpreng, nem tud aludni. Itt a 10-es szám tulajdonképpen jelentene egy új kezdetet, de ahhoz fel kellene állni, hiszen erő kell ehhez, meg lépéseket kell tenni, de a körülmények jelenleg ezt még nem engedik meg. Olyan kimerült, sebzett, nehéz a helyzet. Itt van a levegő elemének a lánya. Itt azért kicsit fúj a szél, ahogy látható a képen, tehát vannak azért külső befolyások is, az is lehet, hogy nem könnyű a helyzet, de ő védi magát. Itt is látható ennél a lánynál, hogy nem ijed meg, egyáltalán nem. Védi magát, tudja, hogy mit akar, és lezárja ezeket a kapcsolatokat, fontos döntéseket hoz, és itt a madarak jelentik a levegő elemét, ugyanúgy, mint a kard, a könnyűséget, itt lesz majd mozgás, lesznek beszélgetések, és ez a hölgy eltávolítja az akadályokat. Itt is van nagy szél, látható a fán, és nem fél ettől, hogy szél ellen kell mozognia, hiszen előre megy, megvan a bátorsága. Itt is látható, hogy kicsit türelmetlen, és előfordulhat, hogy elsieti a dolgokat, de mozgásba jön.
Itt a királynő uralkodik a levegő eleme felett, ez a szélvihar már elmúlt. És ő inkább olyan nyugodt, várakozó, minthogyha intene valakinek, hogy gyere ide, mondd meg, hogy mit akarsz, beszéljük meg a dolgokat egymással. És itt ez a hölgy, a királynő kicsit még óvatos, minthogyha veszély fenyegetné, védi magát, de tudja azt, hogy itt győzni fog, felszabadul a helyzet felett, vagy eltávolítja ezt a személyt, hiszen itt a madarak is jelzik a szabadság érzetét, minthogyha valamit még el kellene távolítania. Itt a király uralkodik, és tudja azt, hogy ő fog döntéseket hozni. Itt is látható, hogy mennyire nyugodt ez a király, tudja, hogy minden úgy lesz, ahogy ő ezt tervezi. És most megnézzük a föld elemét, az érméket, ezek jelentik az anyagiakat, a munkát, a hivatást, az értékeket. De jelenti a reális dolgokat is. Itt valaki átnyújtja ezt az érmét, ez lehet egy anyagi segítség, vagy egy munkahelyi ajánlat. De azt is jelentheti a kép, hogy te veszed a kezedbe ezt az érmét, odafigyelsz rá, és tudod azt, hogy nálad is megvan a tehetség, te is tudsz nyújtani valamit. És itt a kapu a háttérben kinyílik, ez jelenti a lehetőségeket. Itt is a kéz látható, az érem a kezében van, és itt kivirágzik valami, ez egy jó kezdet. Itt a kettes szám jelenthet szerződésekre, párkapcsolatra vagy döntésekre, de látható, hogy ő még vacillál. Melyik irányt kellene választanom, nem tudom. A kép jelenti azt is, hogy fontos a belső egyensúly. Mérlegelni kell ugyan a dolgokat. Itt is két érem van, de ő jobban látja a dolgokat, ahogy látom a képen, ő nem vacillál, sőt, minthogyha már döntést hozna, hiszen az egyik érmét figyeli. Ezen a képen látható egy nagyon tehetséges férfi, egy mester. Itt ez a két alak figyelgeti őt, és tudják azt, hogy mennyire tehetséges, de úgy kezelik, minthogyha egy diák lenne, minthogyha most tanulná a dolgokat. Nem dicsérik. Itt ezen a képen másképp látható, de itt is érezhető egy kreatív tevékenység, itt is van munka, vannak lehetőségek, és látható, hogy ez a személy nagyon-nagyon ügyes. Itt ez a férfi mindent úgy fogva tart, és mivel itt tartja a dolgokat, nem tud elengedni semmit, nem tud mozgásba jönni. Itt is van egy szűkös helyzet, ő se tud kilépni ebből, ő se tud mozogni, mert fogva tart még valamit. Itt két lehetőség van, veszteség vagy nyereség, attól függően, hogy hova tekintünk. Itt is látható a háttérben a gazdagság, a rend, minden rendben van, de ő nem figyel oda rá, nem veszi észre, inkább ott ücsörög a lépcsőn, és olyan szomorú lefele tekint. Fél, hogy elveszít valamit, ezért nem mer kezdeni. Itt igazságtalanságról van szó, hiszen az egyiknek mindene megvan, a másik
kap ebből valamit, a harmadik meg nem kap semmit. Ezen a képen ez így másképp érezhető. Én inkább úgy látom, hogy itt megvan az egyensúly adni és kapni. Lehet, hogy ezt kell tanulni. Itt látható a bokor, és a bokor az fel van díszítve ezekkel az arany érmékkel, mint egy karácsonyfa. Ezek értékek, de nem az övé, hanem másoké. Az ő arany érméje itt van előtte, fel kellene emelni, de nem veszi észre. Itt is hasonló a kép, hogy itt ez a fa kivirágzik, itt van termés, ott van a közelben, de nem veszi észre, hanem a távolba tekint, minthogyha ott keresné a lehetőségeket. Itt ez a férfi nagyon-nagyon szorgalmas, dolgozik és dolgozik, itt is látható ez a szorgalmas férfi, és nincs ideje arra, hogy észrevegye a háttérben a spirituális dolgokat. Itt van a jólét, a gazdagság, a nyeremény, de a 9-es szám azért utal még korlátozásokra, hiszen itt lehetne még valamit javítani a dolgokon. Ez inkább ennél a kártyánál érezhető, mert itt megvan a vidámság, ez a hölgy nagyon elégedett azzal, ami van. Itt a 10-es szám utal egy új kezdetre, ami megvalósítható, hiszen az érméknél a föld eleméről van szó, a reális dolgokról. Az a fontos, hogy a jelent éljük. És itt szimbolikusan mutatja a kártya. Ez az idősebb férfi jelenti a múltat, itt is megjelenik. A gyermek jelenti a jövőt, itt is megjelenik a gyermek. És itt ez a fiatal pár, meg ez a férfi jelenti a jelent, ugyanúgy, mint itt középen ez a pár. Tehát itt az a fontos, hogy kiépítsünk valamit, hogy legyen egy új kezdet, és a jelent éljük. Itt ez a fiatal férfi a kezében tartja az arany érmét, odafigyel rá, megismerkedik vele, törődik az anyagiakkal, vagy most jött rá, hogy ő is értékes és tehetséges. Itt az érmék lánya öntözgeti itt az érmét, ahol minden úgy kivirágzik. Tudja, hogy ha ő ápolja a dolgokat, ha odafigyel erre, akkor itt lesz termés, itt kivirágzik valami. Itt is látható a termés, meg a jólét, és pontosan erre figyel oda az érmék fia. És itt a lovas férfinél ő még megáll egy pillanatra, hiszen meg kell vizsgálnia az értékeket, és kell egy kis türelem. Igen, mert a föld eleménél gyakran türelemről is szó van. Itt van az érmék királynője. Ő uralkodik e felett, odafigyel az anyagiakra, megvan körülötte a jólét. Itt ennél a képnél is látható, hogy ez a hölgy olyan nyugodt, olyan türelmes. És az érmék királya uralkodik, itt is kivirágzik, valami megvan a termés, nagyon türelmes. Ez a türelem és ez a magabiztonság itt is érezhető. És ez volt a felvétel,
Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!